Bármerre megy, mi elkísérjük. Csatlakozzon ön is tanácsadói csapatunkhoz. A folyamatos képzések és karrier lehetőség mellett jelentős induló anyagi támogatással várjuk. Jelentkezzen SMS-ben, küldje el nevét, telefonszámát, és felvesszük önnel a kapcsolatot. Unión biztosító. Csak nyugodtan. Szeptember a nyaralások végét az iskolakezdést is jelenti. Szomorkodása azonban semmi jobb, mert ahogy az műsorunkból is kiderül, a mozik jobbnál jobb vígjátékokkal várják a nézőket. Ajánlóinkból azonban az akciófilmek sem fognak hiányozni, és elpletykáljuk, hogyan kárunkodik Tom Cruise, és hogy esküvőre készül a Múmia vadász. Tartsanak velünk a mozifilmek és a sztárok világában! Mikor indult a hajózás Pannóniába? Hol és hogyan épült az első magyar vasútvonal? Hogy zajlott az ország úthálózatának és hídjainak újjáépítése a II. Világháború után? Mikor tűnt fel Magyarországon az első automobil? Mi volt a hazai gőzhajózás fénykora? Mikor emelkedett a levegőbe az első hazai gyártású repülőgép? Csak néhány kérdés azok közül, amelyekre önök is választ kaphatnak a Pécs TV új dokumentumfilm sorozatából. Ha ön kíváncsi arra, milyen volt az eredeti Kocsközségből származó kocsi, hogy milyen utakon döcögtek a postakocsik fiákerek, vagy épp arra, hogy milyen lesz a világ és benne Magyarország közlekedése néhány évtized vagy egy évszázad múlva, akkor nézze a Pécs TV új dokumentumfilm sorozatát. Fejezetek Magyarország közlekedés történetéből. Hamarosan a Pécs TV műsorán. Ez az Euróra, a Hálózat Televízió Európai Uniós magazinja. Köszöntöm Önöket! Adássorozatunkban az Önök megkeresései alapján keressük a megoldást olyan problémákra, amelyekre a választ az Európai Unió adhatja meg. Mai műsorunkban a nemzeti kisebbségeket érintő kérdésekről lesz szó. Ezen belül is magyarországi szlovák és szlovákiai magyar ügyeket mutatunk be. Tartsanak velünk! Nem működik a magyar-szlovák konfliktus megelőzés, konfliktus kezelés.
Magyarországon ez az egyetlen olyan eset volt az elmúlt mondjuk 15 évben, ami kisebbségi téren érdemi kormányzati beavatkozást igényelt azonnal itt. Ebbe a fölmérésbe, ami új elem, az az, hogy már a tinédzserek is ellenségesen közelítenek a magyarok felé. Egyszerűen, hogyha ezek az országok nem tudatosítják, és a politikai elitje nem tudatosítja, hogy együttműködésre vagyunk ítélve, akkor ennek a folyamatnak mindenki a vesztese lesz. Ez a Komáromi Erzsébet híd Magyarország és Szlovákia határán ível át, elválaszt két uniós államot és összeköt egy európai várost. A magyar-szlovák viszonyban hidak épülnek és omlanak össze egy időben. A ma már átjárható schengeni határok ellenére a nagy politikában lassú a közeledés. Jöjjenek egy kortünet apró történetei. Ez Pilisszentkereszt, település Budapest vonzás körzetében. Itt él a legnagyobb lélekszámú szlovák kisebbség Magyarországon. A legutóbbi népszámláláskor a falu lakosságának 54%-a vallotta magát szlovák származásúnak. Évszázadok óta élnek itt békében magyarok és szlovákok. Így volt ez egészen tavaszig, amikor nemzetközi botrány robbant ki a helyi szlovák ház körül. Több olyan intézkedése történt a községi önkormányzatnak, amiről mi úgy éreztük, hogy sérelmezi nemzetiségi jogainkat. Hogy csak egyet-kettőt említsek, a nemzetiségi rendezvényen gyerekeink nem énekelhettek szlovákul a színpadon, nem szavalhattak szlovákul, megszüntették a kétnyelvű falújságunkat, a honlapunkról lekerültek a szlovák nyelvű oldalak, a kábel tévéről lekerültek a szlovák nyelvű oldalak. Ezek mind-mind egy ilyen folyamat voltak, míg az eljutottunk a szlovák házhoz. A polgármester másként látja az előzményeket. Azok okok, illetve az okok azok még mai napig is léteznek, tehát a fő ok az, hogy a polgármesteri hivatal elég szűkös, több olyan funkciója van, amit a polgármesteri hivatalnak, amit ebben az épületben nem tud normális módon ellátni. Ezért a helyi képviselőtestület úgy döntött, menjenek a szlovákok az irodából, és költözzön be oda az önkormányzat. Ezt azonban a helyi kisebbségi testület nem fogadta el. Most tulajdonképpen a szlovák ház emeleti irodájában vagyunk. Ez az a bizonyos helyiség, amiről a vita szólt. A vita pedig átlépte a falu határait, átkelt a pilisi erdőkön, egészen a legmagasabb körökig gyűrűzött. Nemzetközi botrány lett belőle, ugye olyannyira, hogy volt a Ficónak egy olyan kijelentése, hogy ha Szlovákiában történt volna, kitört volna a harmadik világháború. Hát ez elég sajnálatos, hogy egy ilyen kis csiplicsári irodaügy miatt akár a harmadik világháború is kitörhetett volna. Idáig azért szerencsére nem fajult a dolog, ám az addig békés falu élete teljesen felbojdult. Itt minden csupa hülyeség ebben a faluban. Szégyen és gyalázat, hogy mi van ebben a faluban, nem? Nem is volt soha se semmi probléma. Csak nem tudom, hogy mi történt mostanában, ha nem most már, talán egy pár hónapja is. Hogy mi volt, azt nem tudom, de nekünk nem volt soha se. Mindenki beszél szlovákul és magyarul is. Ebben az ügyben azonban nem beszélnek egy nyelvet. Én azt gondolom, hogy itt nem a lakosok között vannak etnikai ellentétek. Itt van egy-két ember, aki tulajdonképpen ezt a feszültséget gerjeszti etnikai alapon. Nagy a veszély, mert teljesen megbontotta a falu eddig nyugalmát, és gyakorlatilag most már minden kérdésben ezt a fajta megközelítést keresik. Tehát mindenhol valami etnikai vagy nemzetiségi ellentétet látnak, ami nem igaz. A vitában álló felek a közös hangot továbbra sem találják, a politikusok viszont találtak megoldást. Júniusban született egy kormányzati döntés, aminek eredményeképpen az országos szlovák önkormányzat szervezésében, koordinálásában elkezd épülni Pilisszentkereszten ősi szlovákok központja. A terveket prezentáció mutatták be. A magyar kormány mellett a szlovák kabinet is megnyitotta a forrásokat. Összesen 160 millió forintot adtak össze. Mindig is említettem, hogy ez pénzről, hatalomról szól ez a kérdés, és ezt megtalálták ők a nagy politikával egyetemben. Megoldás született, hogy jó vagy sem, azt majd az idő eldönti. A sebek azonban egyelőre nem gyógyulnak. Hogyha még ezeket az apró lehetőségeket, amelyek vannak még a kezünkben, ezeket megszüntetik, vagy csak gátolják bizonyos százalékig,
akkor itt nem sok jövőt jósolhatunk magunknak. A híd egyik oldalán van Komárom, a másikon pedig Komárnó. Két város, ami valójában egy. A Duna két partján található települések 1896-ban egyesültek. A trianoni békeszerződés után aztán a folyó határvonalként ékelődött Komárom testébe. Az igazi újraegyesülést az Európai Uniós csatlakozás hozta meg, és azóta Észak és Dél Komárom ismét összeforr egymással. Közös álmuk egy új Dunahíd, valahol ott a távolban a vasúti híd mellett. Ám a tervekből lassan lesz valóság. A politika rengetegében a két oldal lassan közeledik egymáshoz. Míg hivatalosan Komárnó Komáromnak nevezik, addig az itt élők csak Észak-Komáromnak és Dél-Komáromnak nevezik. A két település lélekben ma már valóban egy. Most közös a cél is. Egy új hidat álmodtak meg. Két város együtt nyújtotta be a pályázatát az Unió felé, és megközelítőleg 400 millió forintot nyert a két város. Ennek eredményeként engedélyes tervekkel rendelkezünk, és nagyon szeretné a két város, hogyha minél előbb visszafordíthatatlanná tudnánk tenni ezt a folyamatot. Mert a tervek egyelőre nehezen valósulnak meg. A két ország feszült viszonya a híd építését is akadályozza. Abban nehezíti, hogy elsősorban, hogy nem segíti, tehát, hogy nincsenek olyan felsőbb kezdeményezések, amik közelebb hoznák egymáshoz a régiókat. Innentől az ügy a kormányok asztalán fekszik, ám manapság Magyarország és Szlovákia között a hidak lassan épülnek. Ahhoz, hogy maga a híd megvalósuljon, a két város a magáét megtette, tehát a építkezési engedély kiadásához szükséges tervdokumentációt Európa Uniós támogatásból elkészítettük. Ahhoz, hogy maga a híd megvalósuljon, nemzetközi szerződésre van szükség, és ezt a két kormánynak kell megkötni. Az Európai Uniónak köszönhetően Komárom ma már egy közösség. A határok eltűntek, ám az etnikai eredetű politikai viszály újraépíti a falakat. Én úgy gondolom, hogy a két város tekintetében, ha csak az egymást élést veszem, akkor nem észlelhető semmi gond. Ha már a fejlesztéseket és megint a hídról beszélek, akkor egy csöppet lehet keserű a szám íze. 1974-től egyre erőteljesebben fogalmazódott meg az igény egy közös európai politikai irányvonal kialakítására. Ezért a közösség tagországai elhatározták, hogy ezentúl az Európai Tanácsban rendszeresen üléseznek az érintett országok állam- és kormányfői. 1975. márciusában Dublinban tartották az első ilyen hivatalos találkozót. Még ebben az évben az Egyesült Királyság lakossága népszavazással az európai közösségben való maradás mellett dönt. Emellett ekkor már folyamatosan napirenden volt az Európai Unió további bővítése. Először Görögország jelentkezett tagságra, majd 1977-ben Spanyolország és Portugália is jelezte csatlakozási szándékát. A 70-es évek közepétől folyamatosan növekszik az Európai Parlament befolyása a közösségi ügyekre. 1979-ben az uniós országok állampolgárai első alkalommal választják közvetlenül az európai parlamenti képviselőket. Ezt megelőzően a képviselőket a nemzeti parlamentek delegálták. A parlamentben a képviselők nem nemzeti küldöttségekbe tömörülnek, hanem páneurópai politikai csoportok, például szocialista, konzervatív, liberális vagy zöldek szerint foglalnak helyet. Augusztus 25-én hatalmas ünnepséget rendeztek innen néhány száz méterre a város szlovák oldalán. A Klapka téren ezrek gyűltek össze, hogy a pekingi olimpián Szlovákiának ezüstérmet szerzett férfi kajak négyest ünnepeljék. Rizdorfer Mihály, Rizdorfer Richard, Tar György és Erik Flicsek ma már Komárom hősei, szlovákok és magyarok, ám egy hajóban neveznek, közösen lapátolnak a kitűzött cél felé. Ezek a pekingi olimpia képei, a férfi kajak négyesek döntője. A magyar hajó ötödikként ért célba, ám volt más, akikre büszkék legyünk. Ez már a Komáromi Kajakkenu Centrum uniós támogatásból épült. Itt készülnek a szlovák négyes tagjai, akik egy kicsit magyarok is, de valójában európaiak. Mindegy, kinek tartanak, tulajdonképpen egy közös Európában élünk most, úgyhogy mindegy, hogy azt mondják, hogy szlovák vagy magyar,
Igaz, hogy vannak magyar gyökereink, de ugyanúgy vannak szlovák, úgyhogy ilyen keler családokból vagyunk. A fiúk egy jó darabig most nem szállnak vízre. Azt mondják, a sportnyelve azonos az egész világon. Tulajdonképpen akárhol megjelenünk a világba, főleg úgy kezelnek, mint szlovák gyerekeket, mert itt Szlovákiáért versenyzünk, de nagyon sokan tudják, hogy beszélünk magyarul, és vannak őseink, akik magyarok voltak. Szlovákok és magyarok egy hajóba neveznek. Itt nincs helye az etnikai kérdésnek. Szeptember 16-án Brüsszelben megtartották az első európai roma csúcs találkozót. Az Európai Unió által szervezett eseményen az európai vezetők az európai roma szervezetek képviselőivel egyeztettek arról, mit tartalmazzon pontosan a készülő európai roma stratégia. Az Európai Parlament felismerte, hogy szükség van a romák helyzetének közösségi kezelésére. Jelenleg 12 millió roma él az Európai Unió tagállamaiban, többségük jóval az átlagos uniós életszínvonal alatt. Járóka Lívia, roma származású magyar néppárti képviselőnő elmondta, az Európai Tanács megértette, hogy lépni kell. A parlament ösztönzésére az Európai Bizottság is felismerte, hogy az európai roma stratégiára mindenképpen szükség van, mert a tagállamok nem akarnak, illetve nem tudnak semmit tenni. Rá kell őket kényszeríteni. Ez azért is szükséges, mert az Euróbarométer júliusi felmérése szerint továbbra is erős a faji diszkrimináció Európában. Különösen a romákkal szemben vagyunk előítéletesek. Az Európai Bizottság szerint a romákat az oktatás, a foglalkoztatás, a közegészségügy és a lakhatás területén éri a legnagyobb hátrány. A problémát az jelenti, hogy ezek a területek döntő részben tagállami hatáskörbe tartoznak, vagyis az Európai Unió nem tud átfogó és kötelező szabályozást kialakítani. Szlovákiában már nem kell útlevél, szabad az átjárás a két ország között. Az Európai Uniós csatlakozás ezeket a határokat lebontotta, ám másfajta határok lebontásához még évek kellenek. Egy friss felmérés szerint ugyanis a magyarok mindenki másnál ellenszenvesebbek a szlovák tinédzsereknek. Határmenti ellenségkép az Európai Unióban. Egyszerűen hír szintjén az jön ki, hogy a magyarok a góbi sivatagba jöttek, rosszindulatúak, gyávák, szégyenletes a múltjuk, ezer éve kizsákmányoltak bennünket, most is azon gondolkodnak, hogy hogy fognak ismét politikai hatalomra szert tenni. Így lát minket egy szlovák 15 éves. Ezt hallja a hírekben. A propaganda dolgozik, az előítéletek pedig erősödnek. A negatív megítélése a szomszéd nemzeteknek eléggé általános, vagy semleges, vagy negatív. Emögött általában az ismeretek teljes hiánya van. Elég itt megemlíteni azt, hogy budapesti gimnazistákat kérdeztek meg horvát történeti személyiségekről. Egy-két horvát futballista jutott eszükbe az elit gimnáziumok tanulóinak. Hasonlóképpen az ágrábiaknak pedig Csicsolina volt a leghíresebb magyar személyiség. Tehát gyakorlatilag nagyon nehéz egymás ismerete nélkül szimpátiát kelteni. Másik fontos szempont az érintettség. A fölmérés egy reprezentatív minta Szlovákiáról, aminek a nagyobb része nyilvánvaló, a nagyobb részét azok a területek teszik ki, ahol még egyszer a hangsúly egy kicsit túlzással élő magyart még nem láttak. Persze az éremnek ez esetben is két oldala van. A magyar hozzáállásban én azt állom nagyon problematikusnak, hogy évtizedeken keresztül vagy nem beszéltünk erről a témáról, vagy teljesen közönösen, közömbösen álltunk ehhez a témához, vagy pedig ez a teljes lekezelés, mi nem veszünk benneteket komolyan. Most ezt nagyon pontosan érzik a szlovákok. És ez nem szimpatikus. Persze a szálak a politikusok kezében vannak, akik szívesen kijátsszák a kisebbségi kártyát. Nem zavarják emberi konfliktusok nagy tömegben a magyar-szlovák viszont, és ez annál nagyobb felelősséget ró a politikusokra, akik lezáratlan konfliktusokat görgetnek maguk előtt. A viszony hűvös, és ez mérhetően gerjeszti az ellentéteket. Úgy tűnik, hogy a labda itt van a szlovák térfélen, de én azt hiszem, hogy a labda egy másik labda egy időben magyar térfélen is van, tehát a magyar oldalnak is lenne mit rendbe hozni ezen a dolgon. Szimpátia ide vagy oda, az érdek közös. A gazdasági kapcsolatok, az emberi kapcsolatok, a vegyes vállalatok, a közös határrégió, közös fejlesztései egyszerűen nem teszik lehetővé, hogy itt a konfliktusok útját járja a két nemzet. Svéd környezetvédelmi kiállítás érkezett Magyarországra, kezedben az éghajlat címmel.
A tárlat érdekes interaktív formában mutatja be az általános iskolásoknak a globális felmelegedés okait és következményeit, a megújuló energiaforrásokat, és arra is rávezeti a gyermekeket, mit tehetünk a hétköznapi életünk során annak érdekében, hogy óvjuk környezetünket. A svéd vándorkiállítást az Európai Parlament Budapesti Tájékoztatási Irodája és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 2008. szeptember 17 és december 6 között mutatja be a Budapesti Millenáris Parkban. A korábban több svéd városban nagy sikert aratott ingyenes kiállítás első külföldi állomása Magyarország. A komáromi monostori erődben élő történelemórával várják a családokat szeptember 20-án és 21-én. Az eseményt az Európai Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat részeként szervezték. A monostori erőd évek óta részt vesz az Európai Kulturális Örökség napok rendezvényprogramban. Igyekszünk minél gazdagabb eseményekkel ide vonzani a látogatókat. Péntek délután egy különleges kiállítás nyílik Hajós Alfréd olimpiai bajnokról, az építészről és a katonáról. Szombaton és vasárnap egy első világháborús csata elevenedik meg az erőd falai között. Hagyományőrző katonák jönnek az összes Magyarországról és Csehországból, Szlovákiából, Szlovéniából, Ausztriából, és szakszerű kommentár mellett a gyerekek részére elsősorban igen, alapos ismertetést kapnak a gyerekek az első világháborúról. Az esemény ingyenesen látogatható szeptember 20-án és 21-én a komáromi monostori erődben. A szlovák-magyar viszony már Brüsszelben is téma. 2007. novemberében az Európai Parlament történetében először folytatott vitát egy unión belüli hagyományos kisebbség helyzetéről. Az illetékes szakbizottság napirendjén a szlovákiai magyarság helyzete szerepelt. A képviselők leszögezték, az Európai Uniónak nem dolga igazságot tenni a két nemzet között, de le kell zárni a történelmi konfliktusokat, és tiszteletbe kell tartani a kisebbségek jogait. Brüsszel, az Európai Parlament. Ebben az épületben zajlott az a bizonyos rendhagyó vitanap. Én úgy érzem, hogy az Európai Parlament nem szentel elég figyelmet a kisebbségek helyzetének. Elő-elő kerülnek a kisebbségek problémái különböző szinteken, különböző fórumokon, de az a helyzet, hogy igazából nincs gazdája. Ebben az esetben azonban megmozdult valami. 2007-ben Szlovákia megerősítette a Benes dekrétumokat, ez pedig például a magyar kisebbség kollektív bűnösségét mondja ki. A bizottság úgy döntött, hogy megkeresi az Európai Alapvető Jogok Ügynökségét, amelynek feladata, hogy jó alaposan körüljárjon ilyen ügyeket, és valamilyen javaslatot tegyen, illetve megkeresi az illetékes biztost, hogy járja körül az ügyet. A hasonló ügyekben történő fellépésben segíthet a lisszaboni szerződés elfogadása. Kétségtelenül vannak tendenciák, amikre figyelni kell Szlovákiában és Magyarországon is. Én remélem, hogy tanultunk a tavaszi eseményekből, és más módon és kisebb hanggal lehet majd az ügyeket intézni. Szerintem ez egy kicsit fő van fújva, persze médiák azok mindenhol főfújják ezeket a dolgokat. Hosszabb távon, ha ez a helyzet marad, nyilvánvalóan rendkívül súlyos következményei lehetnek. Békében éltünk, meg élünk is. Csak van pár olyan szerencsétlen, akinek gulyós a feje, aki nem kér a bőrébe. Mára ennyi volt az Euróra. Műsorunk négy városban, Kecskeméten, Pakson, Pécsett és Szolnokon élőben folytatódik. A helyi televíziók képernyőjén továbbra is a kisebbségekről lesz szó. Mi továbbra is várjuk kérdéseiket, illetve történeteiket, amelyek az Európai Unióval kapcsolatosak. Én köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!
Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Ahogy azt ígértük is, az Euróra műsora a Hálózat TV adása után innen a Pécs TV stúdiójából folytatódik élő és interaktív formában. Azaz kérdéseiket, hozzászólásaikat önök is elküldhetik nekünk. Tegyenek is így, hívjanak minket, kérdezzenek velünk együtt, tegyék meg észrevételeiket, elérhetőségeinket a képernyőn is látják. 510-008 és 510-009 ezen a két telefonszámon kolléganaim várják az önök hívásait. SMS-t is küldhetnek nekünk a 30-as körzet 30-30-140-es számra, és van egy e-mail címünk is a forum@pectv.hu. Köszöntöm a stúdióban vendégeimet, dr. Frank Gábor urat, a Pécsi Német Kisebbségi Önkormányzat elnökét. Jó estét kívánok, a Kok Valéria iskola központi igazgatóját, amúgy cseppet sem mellékesen. Dr. Kosztics István urat, a Pécsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, a Rácz-Radár közösségi házigazgatóját, és dr. Gyurok János urat, szociológust, kisebbségkutatót, a Pécsi Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökét. Én azt javaslom, mielőtt elkezdenénk ezt a mai beszélgetést, nézzünk meg egy összeállítást arról, hogy a Pécset tevékenykedő nem kevesebb, mint 9 kisebbségi önkormányzat milyen működési körülmények között, milyen forrásokból, milyen feladatokat lát el. Íme. Pécset jelenleg 9 kisebbségi önkormányzat működik, 6 évvel ezelőtt emelkedett a számuk 6-ról a mostanira. Városunkban bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, ruszin, szerb és ukrán kisebbségi önkormányzat tevékenykedik azzal a céllal, hogy megőrizzék nemzeti identitásukat, nyelvüket, kulturális szokásaikat, népszokásaikat. 3 helyi kisebbségi önkormányzat, a horvát, a német és a cigány jelentős létszámú, több ezer ember képviseletét látja el, a többi kisebbség néhány 10, avagy néhány 100 fős. Nagyon sok kisebbségi civil szervezet működik, főleg a 3 nagy önkormányzat segítségével, de vannak kisebbek is. Nyelvtanulás folyik majdnem minden kisebbség körében, szervezetten, iskolarendszerűen. A pécsi önkormányzat ebben az évben 20 millió forintot hagyott jóvá az önkormányzatok támogatására. Ezt az összeget osztja szét a kisebbségi tanács a 9 kisebbség között létszám arányosan. A nagyobbak 4 millió forint közeli forrásból gazdálkodhatnak, míg a kisebbek 2 millió forint közeli költségvetéssel működnek. A horvát, a német és a cigány kisebbségnek intézmény rendszere is működik városunkban. Iskolák, óvodák, művelődési házak, klubok és színház működtetését vállalták. A kisebbségi önkormányzatok számára a pályázatokon való részvétel további forrásokat jelenthet, illetve sok esetben anyaországi támogatásokra is számíthatnak. Vannak nemzetközi kapcsolatok, elsősorban a németeknek és a horvátoknak, hiszen a németeknek hagyományos kapcsolataik vannak, hiszen a Lénau háznak a felépítésében nagy szerepet játszott az anyaország. Ugyanígy nagy szerepe van a nemzetiségi kultúra ápolásában a horvát köztársaságnak. Nagyon jó a kapcsolat a horvátok és a horvát köztársaság és az itt élő kisebbségek között. A cigány kisebbség esetében a Rácz-Aladár közösségi ház nemzetközi erőfeszítéssel jött létre. A helyi kisebbségek kulturális cserekapcsolatok, találkozók révén is ápolják hagyományaikat. Szeretnének szerepet vállalni a Város 2010-es Európa Kulturális Fővárosa programjában is. A művészeti tanács egyelőre azt a döntést hozta meg, hogy az EKF év tavaszán egy egész hónap a kisebbségeké, nekik kell azt tartalommal megtölteni. Nagyon bízom benne, hogy ez azért komolyabb lesz, mint ami ebben az ügyben eddig történt. Elég sok kisebbség sértve érzi magát, mert úgy érzi, hogy nem mondták be eléggé az EKF 2010 programjának az előkészítésébe. Bízom benne, hogy ez most a közeli hetekben megváltozik. Az elképzelések szerint például 2010-re a Lengyel-Magyar Barátság napját Pécset tartanák, a ruszin kisebbség pedig 2009-ben vagy 2010-ben Pécset szervezni a nemzetközi ruszin találkozót, színesítve Pécs kulturális életét. Én tudom, hogy az önök feladata elsősorban nem fiskális jellegű feladat, tehát nem a pénzek megszerzéséről és elosztásáról szól, de az nehezen lenne tagadható, hogy a hagyományápolás, kultúra megúvás, értékek felmutatása, az identitás tudat megőrzése mind-mind attól függ, hogy mennyi pénzből tud ez megvalósulni.
Mire elég ez az iménti tudósításban is említett összesen 20 millió forint a 9 kisebbségi önkormányzatnak? Talán haladjunk így arra. Hát nem akarom ezt minősíteni, és nem akarom azt se elfogadni, hogy egyáltalán a Pécs értékét képviselő kisebbségekre csupán ennyi jut a városi költségvetésből, hiszen azért azt tudjuk, hogy az EKF programnak az elnyerése, a kulturális főváros cím, az nagy részt azért annak is köszönhető volt, hogy Pécs tudott arra hivatkozni, hogy itt egy etnikai sokszínűség érvényesül a városban, ezt az etnikai sokszínűséget támogatja a város közössége, és hát hogyha azt mondjuk, hogy a Balkán kapujában vagyunk, és erre a, ténylegesen is földrajzilag ott vagyunk, akkor úgy gondolom, hogy ez a téma, ez a terület, ez sokkal nagyobb támogatást érdemelne, mint ami ebben 20 millió forintban tükröződik. Ennél sokkal többet teszünk, úgy gondolom, hogy mind a 9-en a város kultúrájáért. Nagyjából ennek a hányszorosát, azt hiszem megkockáztathatom ezt a kifejezést, a hányszorosát teszik hozzá, ha úgy tetszik, saját erőből, vagy külső egyéb források bevonásából, ahhoz, hogy a feladatokat... Hát ugye a külső forrás az a pályázati forrás, itt ugye elhangzott a németekkel kapcsolatban, hogy nagyon jó kapcsolatokat ápolunk az anyországgal, ez valóságosan így van, de ez mondjuk egy forintálisan, vagy euróban kifejezve nem jelentkezik annyira, mert ugye az az elf, hogy itt a támogatás első tétele az megérkezett valamikor, amikor ugye Németország különös gondot fordított a magyarországi német kisebbségre, de hát itt most már magunknak kellene, magunk erejéből kellene nagyon sok mindent tenni. Hát én megkockáztatnám, hogy ha azt mondom, hogy ez a 20 millió mondjuk egy kisebbségre, egy nagyobb kisebbségre eloszlana, akkor az nem lenne elég ahhoz, hogy itt ténylegesen azt tudja tenni, mint amit tesz. Gondolom ebben a másik két, a három legnagyobb kisebbség képviselője és a kisebbségi önkormányzatok a vezetői is egyetértenek. Picit térjünk most el egy talán aktuálisabb és nem ennyire az anyagiakhoz kötődő témára. Ugye az imént például a Szlovákiában tapasztalható magyar ellenességről láthattunk egy hosszabb összefoglalót. Mit gondolnak önök arról a most már határozottan és egyre határozottabban érzékelhető radikalizálódásról, ami a közbeszédet illeti, vagy általában a közgondolkodást illeti, és amit egyes csoportok körében, de a társadalom egyre nagyobb részében is egyre inkább tetten lehet érni. Mennyire általános emberi jelenség, ez majd a szociológushoz fog szólni ez a kérdés, és mennyire tipikusan magyar, hogyha kicsit szorul a horog, akkor meg kell találni a bűnbakot. Először talán Kosti Csület. Hát igen, úgy gondolom, hogy nyáron az uborka szezonban ennek tanúi lehetünk, amikor a cigány segélyezési rendszernek a kérdése felmerült, és a sajtó nagyon felkapta ezt a témát, is nagyon sok önkormányzat a szociális támogatási rendszerét ugye munkához akarta kötni. Én azt gondolom, hogy a harmadik évezredben, a 21. században a rendszerváltás követően 18 évvel nagyon érdekes, hogy most jönnek elő olyan etnikai problémák, amelyek eddig nem voltak ennyire jellemzőek, és azt gondoltuk, hogy inkább pozitív irányba fogunk haladni, főleg az Európa Uniós csatlakozással és a bejátszásnál is láttuk, hogy az Unió, ugye Brüsszel külön napot szentelt a cigány kérdésnek. Azt gondoljuk, hogy a szolidaritásra kell felhívni a figyelmet és az állami felelősségre ebben a kérdésben, nem csak az anyagiak vonatkozásában, hanem azt gondolom, hogy nagyon sokszor még mindig inkább mentalitásbeli probléma van. Az anyagi kérdéseket úgy, ahogy meg tudjuk oldani, és az meg is oldható, de sokkal veszélyesebb, amikor etnikai konfliktusokat keltenek, és mondom, nagyon szerencsétlen volt ez a nyár a mi szemszögünkből, hiszen nagyon sok önkormányzat negatívan állt ez a kérdéshez. Milyen törvényi szabályozás lehetséges? Itt egyáltalán lehetséges-e közgondolkodást vagy szemléletmódot törvényi erővel váltani? Hát törvényeink azok vannak, hatályos törvényeink vannak, amelyeket illő lenne persze betartani, de a konfliktusok azok nem minden gyökereznek. Ezek ugye gyakran azt mondja a média,
ezek etnikai konfliktusok Szlovákiában, Magyarországon, a Balkán különböző részein, ezeknek valóban nagyon erős etnikai jellege van, de magában a társadalomban gyökereznek. És ezeknek a konfliktusnak az eredete az egészen más. Lehet szociális eredetű, gazdasági eredetű, természetesen vannak etnikai. És lehet direktben gerjesztett. Vannak csoportok, amelyeknek érdekében áll, hogy ezeket a konfliktusokat gerjesszék Szlovákiában, Magyarországon vagy máshol. Azt kellene azért azonban látni, hogy vannak tipizálhatók ezek a jelenségek és ezek a problémák. Az utóbbi időben túl sokat beszélünk Szlovákiáról, talán egy picit kevesebbet Magyarországról, ahol ezek a problémák ugyanolyan feszítő jellegek és ugyanolyan súlyos kérdések. De valamilyen módon ezt a média nem tartja ma fontosnak, nem gondolja azt, hogy erről nekünk ugyanilyen szinten kellene beszélnünk, mint Szlovákiában. Hogy látják önök, hol harmonikusabb az együttérés a különböző nemzetiségek között? Hát én nem szeretem ezt a vidék és város beosztást, mert ezek relációk, tehát a fővároshoz képest minden vidéknek számít, hiszen ők ezt nagyjából úgy tűnik, hogy így gondolják. Számunkra pedig mondjuk az ormánsági kis település számít vidéknek. Tehát mondjuk az, hogy a nagyvárosokban, vagy a kisebb településeken. Hát a cigányság esetében nyilván ott, ahol koncentráltabb a jelenléte, Szabolcs, Borsod, ahol a számarányaiban több cigány él, és a körülmények is olyanok, a gazdasági körülmények, hogy sok cigány család nehéz helyzetben van, nyilván itt koncentrálódnak ezek a problémák, és hát az elmúlt időszak a számtalan ilyen probléma merült fel, ugye Molotov koktél bedobása több cigány családhoz, falopás kapcsán ugye lelőttek egy cigány embert. Én azt gondolom, hogy ezek a dolgok nagyon szomorúk, és azt tapasztaljuk, hogy azokon a vidékeken is megjelenik ez a negatív dolog, ahol eddig nem volt ennyire jellemző, és nyilván összefügg a gazdasági helyzettel, és ide a bűnba képzés kapcsán, ugye a történelmet nézzük, mindig akkor kezdenek bűnbakot keresni, amikor a gazdaságban problémák vannak. Én azt gondolom, hogy erre kellene felhívni a figyelmet, hogy a kisebbségek nem akarnak az ország terhére lenni, építőek akarnak lenni. Most a cigányság esetét nézzük a történelem folyamán, hogy a középkorban nagyon jó viszonyban voltunk, cigányok, nem véletlen, hogy Európa ebben részében nagyon szép számmal maradtak meg cigány közösségek. Én azt gondolom, hogy erre kellene a hangsúlyt fektetni, és ami a gazdaságot illeti, ugye az igaz, hogyha nem lesz gazdasági váltás, akkor a cigányság helyzete sem fog, de az ország helyzete sem fog megváltozni. Tehát itt nagyon fontos lenne, és hát várakozó álláspontban vagyunk, hogy a gazdaságban tényleg legyen, csökkentsék a járulékokat, legyen minél több embernek becsületes, tisztességes, állandó munkája, legyenek hitelképesek, az emberek is tudjanak boldogulni. Kevés olyan szintér van az egyenlőtlenségi rendszerben, a társadalom magyarban és más társadalomban is, de maradjunk csak itthon, ahol ne lehetne tetten érni az előítéletességet, ahol ne lehetne tetten érni az intoleranciát és más ilyen nagyon-nagyon fontos dolgot. Ezek lehetnek intézmények, lehetnek strukturális szempontból is nézhetjük a dolgokat, de amit az előbb hallottunk, a vidéken, vagy azokon a helyeken, a koncentrálódnak a különböző problémák, a gazdasági, szociális, egészségügyi, minden egyéb problémák, hogy nyilván előbb, hamarabb fölbukkan. Más szintereken, például az egyetemeken, ott szintén tetten érhető ez a dolog. Nekünk erre mérésünk van, ugye néhány évvel ezelőtt egy 700-as mintán megmértük, megkérdeztük a diákjainkat, az egyetemistákat, ugye arról, vagy a tekintetben kérdeztük őket, mit is gondolnak a másikról, mit tudnak a másságról, mit gondolnak a másságról, hát eléggé lehangoló és katasztrofális a kép. Azt gondolom, azt hiszem a tények és a kutatási tapasztalataink alapján, hogy ezek már a családi, az iskolai, a társadalmi szocializáció mentén leképeződnek, és bizony-bizony kialakulnak, és valamilyen módon hát gerjesztést is kapnak. Amúgy az előítéletesség, a nemzetiségek felé irányuló előítéletesség negatív hatásai, én úgy vélem, de javítsanak ki, hogyha tévedek, mondjuk például a német kisebbség vagy a horvát kisebbség esetén nem annyira tetten érhető, talán azért, mert mondjuk kinyíltan nem annyira stigmatizálta, tehát nem felismerhető első pillanatról, hogy valaki német kisebbséghez tartozik. Hát ezt én így gondolom szintén, mondjuk a németségben azért egy ilyen 60 éves trauma
még mindig úgy érlelődött, és benne volt, különösen itt Baranyában, a német kisebbségre általában vonatkoztatva. Ez az elvételetesség, ez megszűnik. De hogy az előző kérdéshez egy kicsit visszatérjek, nekem például Versend nevezetű község, ez egy mindig egy olyan jó példa volt korábban, most nem tudok erre választ adni, hogy most hogy élnek egymással németek, horvátok, cigányok, de amikor a német bácsival horvátul is lehetett beszélni, amikor a cigány ember németül is tudott, és mindenkit meg tudott szólítani a maga nyelvén, tehát az egy példamutató együttés. Most a nagyvárosban azért ezek az előítéletek annyira talán nem jelentkeznek. Most én egy kicsit tán nem csak a németségre vonatkoztatom, hanem az összes itt élő kisebbségre nem jelentkeznek, de úgy gondolom, hogy mert a nagyváros valahogy egy közös nyelvet alakít ki a kisebbségek között, egy másfajta közös nyelvet, mint ami az egymásra utaltságból eredően a kis közösségekben jobban jelen van. Igen. Picit máshogy jelentkeznek, a nagyvárosban is megvannak ezek a formák, kialakulnak bizonyos úgynevezett ilyen szegregátumok. Tehát nem véletlen, például a mi városunkban is, mondjuk a roma kisebbség, akikkel szemben hihetetlenek az előítéletek, azok a város egy bizonyos részén laknak. Nem véletlen az, hogy más társadalmi csoportok, foglalkozási csoportok, és így tovább a város egy másik részén laknak. Tehát az a fajta előítéletesség, amiről a Gábor szól, ez valóban megfelel a valóságnak, de ennél a kép a valós társadalmat sokkal tragikusabb és rosszabb, és hát bizony nagyon szomorúak a kilátások, azt hiszem. Hát a szállóigé szerint, amelyik nemzet nem hajlandó megismerni a saját történelmét, az arra ítéltetik, hogy megismételje azt, hát bízunk benne, hogy ez nem így lesz. Nézői észrevételeink viszont érkeztek. Ordonics Árpád kérdezi, a pécsi horvátok milyen támogatásra számíthatnak az anyaország részéről? Az anyaország támogatása nélkül nem lehetne létezni, nem lehetne fenntartani ugye ezt a közösséget, de az nagyon fontos, hogy nem az anyországnak a kötelezettsége támogatni az itt élő kisebbséget. Ezt azt hiszem mindenfajta relációban érvényes. Az egyik legszebb példája ennek a támogatásnak a horvát iskola központ, a Miroslav Krleža iskolás központ, ami felépült. Ugye horvát és magyar pénzből épült fel közösen, és hát nagyon reméljük, hogy ezek a kapcsolatok intenzívebbé válnak a mi közösségünk és Horvátország között, és egyszerre eljutunk oda, hogy ezek ilyen nagyon komolyságosak is lesznek, és politikai szintűek is lesznek. Nos, uraim, ismét sikerült egy olyan témát találnunk, ami természetesen szétfeszíti egy 20 percre tervezett beszélgetés kereteit. Érkezett még egy ilyen kérdés, de ezt részben Gyurok úr megválaszolta, hogy önök szerint kit terhel a felelősség a Szlovákiában tapasztalható magyar ellenességért. Hát ez egy 3x20 perces beszélgetés is lehetne, ahogy az összes eddig is, az alatt a 20 perc alatt megpendített téma is megtöltene akár egy órát is. Én köszönöm önöknek a részvételt, nézőinknek pedig az észrevételeket, kérdéseket, ne feledjék. Az Euróra műsorsorozatot még idén újabb témákkal folytatjuk, és ha tehetik, hát tartsanak velünk majd az elkövetkező adások során is. Viszontlátásra, minden jót kívánok!